Egyetértünk egyébként azzal, hogy a fővárosban a belvárosi, vagy a belvárosi területek legyenek autómentesek, de azt gondoljuk, hogy erre infrastruktúrális beruházásokra lenne szükség, amik egy 8, a mi számításaink szerint ez 8-15 év kellene ahhoz, hogy föl lehessen festeni a biciklisávokat, hiszen ehhez kellene pré-pluszer parkoló, kellenének megoldások arra, hogy a agglomerációra, külvárosokból hogyan jutnak be az emberek, hova teszik le az autóikat, ahová letették az autójukat, onnan tömegközlekedéssel hogyan jutnak el a városba, a város különböző pontjaira, és hát látjuk, hogy ezek nem történtek meg. Sőt, erről még, ahogy elnézzük, gondolkodás sincsen, pedig ezek már 40 éve hiányzó infrastruktúrális beruházások, és azt gondoljuk, hogy azzal, hogy egy valóban egy szűk réteg kívánalmára, akik biciklivel vagy rollerrel járnak, azoknak most felfestették a biciklisávokat, és ők ennek a áldásait esetleg élvezik. Azzal az rendben van, oké. Na de hát mi van azzal a sok százezer emberrel, aki nyugdíjas, idős, külvárosi agglomerációba jár, élethelyzete nem engedi meg, hogy hiszen a gyerekét el kell vinni az iskolába, a munkahelyre, öltönybe, nyakkendőbe kell menni, hiszen a biciklizéses ruházat nem biztos, hogy megfelel a munkadójának. Tehát itt nagyon sok probléma van. És mi azt gondoljuk, hogy ezek nem kerültek megoldásra, csak föl lettek festve a biciklisávok.